Ennyi. Megvan. Gránát OP. Visszahallom magam tőle, bazd meg. Nem is hallom a palit. Nincsen sima krumplim. Csak ez a tepertők vénes van. Mumiát fingok, bazd meg. Sok zöldségtől. Nagyon büdös. Milyen útjaink vannak? Nekem van egy zöldem. Nekem van egy, majd lesz egy sárgám egy fél óra múlva. Jó. Egy fél óra múlva nekem is lesz egy kék. Felfogy nekik ez. Vigyázz, Harb, vigyázz, vigyázz, gyere már vissza. Ennyi, Moré. Ennyi. Hey, Habibi! Hello! Habibi! Habibti! Hey, Habibti! Nikke Mak Habibti! Az mi a fasz jelent egyébként? A Nikke Mak kurva anyád... És megbaszom az anyahát! Várjál, nem menjél ki! Várjál, mert komoly... Ó, imbul! Nem sokáig tart, be fogunk gyulladni! Jó! Egészen pontosan... Most! Hol nem? Kéne minden ult is, akkor kidobok egy flame granátot, és akkor kirassolnánk rájuk letakarítani. Az kéne egy kék, ma várja, átrakom magam kékre. Rendben, akkor van egy zöldünk, meg egy kékünk. Hát elvileg kékbe összedjük őket csukni, elvileg. Nekem van, átraktam kékre most. Rassoljuk ki. Én már adottam a turretet. Tedd ki, a stickit lőd ki, hogy ne legyen immunjuk. Jó, egy pillanat. Én már kész vagyok. Rendben. Nincs medkitem, tehát... Na, az most megszűnt. Kilövöd a stickit, akkor tönkre megy. Jó, mehettünk. Menjetek. Na, akkor hagyd szóljon. Nyomd el, nyomd el, nyomd el. Sárga, sárga. Nyomtak még egy sárgát a sárgára. Kéket nyomtak, kékbe is van. Vigyázz! Menjünk vissza a harthoz, menjünk vissza a harthoz! Itt vagyok, itt vagyok, én vele voltam. Jó, jó, gulyanak akkor. Szép! Oh man, I like your grenade. Tudod, I'm hogy the... élheti ez ennyire így túl? Asta, mol vagyok, bazd. Na végre. Szép volt. Az egy medkitembe került ez az operáció. Nekem én kaptam egyet, és egy medkitembe került nekem is. Milyen M4? Hát ez egy. Jön a Gésa, figyeljétek! Egy jött be. A fasznak jön ide egy ilyen M4-gyel, bazd meg, hogy mentenünk ki a picsába. Na mit tud? Jó. Fogékony van rajta pusztító, meg van fókuszált, tehát ugye ezt le tud róla pörgetni. Ja. 10 év van rajta, 22 páncélrombolás. Vigyázz, nyomjon majd ezt. Á, megénk lőtte nagyon. Nyomorult volt. Van egy sebzőm. Van egy... Bazzag, azt hittem be fog ide téblábulni. Ha szóljatok, hogyha a sebzőt kell majd lenni. Jó van. Lejárt az immun. Nikke Mak Habibti. A Habibi az kedves, a férfinak mondod, hogy drágám vagy barátom, tehát hogy kedves barátom. A Habibi. A Habibi. Oh. A Habibti az meg egy a férfi mondja a csajnak. És a Nikke Mak? A Nikke Mak kurva anyád, az Air Bujak az meg a faszom az arcodra. És milyen nyelven van? Psz, arabul. Törökről. Arabul, nem. Arabul van a Nikke? A Nikke Mak az arab. És amit mondtál, mi a fasz az arcodra? Air Bujak. AR az a fasz. A Bujak. Bujak. Engem majdnem kitörölt. Menj, dolgozom. Erős vagy. Szép. Ennyi. Szép jó volt, gyönyörű har. Nikke Mak! Hey, what's up, Habibi? Habibi. Air Bujak. A faszom az arcodra. Kettőt megcsináltam, csak úgy pup. Nem, egyet, a másikat leütötted. Persze, de... Érted? Értjük, értem. Értem én, hogy villanymotor. Mindegy, én vagyok a csapatban a kutyaszar. Megmondta Dízel. Azt tudjuk. Hát de látszik is. Megmondta Dízel. Dízel
mivel Gizel szavai olyan, mintha Jézus szólna hozzád, úgyhogy úgy hallgassad. Én érzem konkrétan a lelkem, mélyén érzem a szavait. Én tudom, hogy belőle nőtt ki a komoly éjszakai paliszó. Igen, igen, ő hozta be. De ez a szólás közmondás, hogy belőle nőtt ki. Nekem igen. Van kék ultim, Mengelének meg sárga, úgyhogy jó. Igen. Nekem meg semmi. Ez Dízel, Dízel ezt hallod? Vigyázz, Dízel ezt neked küldöm, várjál. Lehet tisztán hallani? Tisztán lehetett hallani legalább? Nem mi? De először ulti nélkül. Nincs mert ki akarom dobni ezt a fegyvert. Ja meg van a gulyan a MD. Úgyis meg fognak kezdeni, mert nem bírják elviselni. Viszont tudom, akkor hát szerintem Risztokol. Azon vagyok, itt Risztokol. Igen. Á, már nem tudom, már nem tudunk Risztokolni. Come on, do it! Do it, Nickemmack! Nickemmack! Hé, Piderasszú! Piderasszú! Do you have balls, Nickemmack? Van kék ultim, nekik meg van izé ultiuk. Faszom a szájukba. Megelének meg van sárga. Ja. Már dobták, ugye, már kezdtek. Még várjál. Nem, hadd innek. Ja. Ez azt akartál. Nem én voltam. Nem én voltam. Akkor ki voltam? Nem, az a faszi volt. Mindegy. Az akart. Ja? Az akart találni. A Nickemmack. Ez itt a Nickemmack. Igen. Nickelbolha. Piderasszú. Hello, Tavaris. Tavaris. Piderasszú, Tavaris. Nickemmack. Come on. Come on, Tavaris. Ja, fai mať. Ja, fai mať, Tavaris. Tavari, zústite nic, sivodňa, nikto netacú svujet. Nickemmack. Kalapos kecsőjöket utálom, minden kalapos kecsőjöket utálom. Hogy van fasz arcsa? Ayer Bujek, de az arabul fasz, de miért is? Ayer Bujek. Ayer Bujek. Paszkobát. Hey, Dickot. Ayer Bujek. Na szerintem nyomjuk el az ultingot, ami van is, akkor töröljük ki őket itt. Jó, kezdjük el vele az N betű, N betűnél, N betű, N betűssel. Macska nadrág. Tőbe elnyomta a hírt. Ja, fölállt a fekvő mozgból, és elnyomta a hírt. Igen, komoly éjszakai poli. Come on, come on! Where is the balls, Nickemmack? Hát ez nem volt olyan nehéz. Menjünk, akkor most menjünk vissza, mert itt most ezek ki fognak jönni a klonozóból. Jó lenne, ha megunnak. Elment az az egy nézőn is. Lehet, hogy az RK-s Dízel volt, amikor lefingtam. Lehet, hogy... Tisztán lehetett hallani? Nagyon szép volt. Szép volt. Mintha egy Liszteret szimfóniát hallgatnék, olyan gyönyörű volt. Mondjuk spriccel. De szerinted nézd meg a mikrofont, mert lefostad. Nem annyira, annyira készültem, hogy közben kiszakadt a helyéről, bazd meg. Akkor megszakadtam, mert kicsúszott a helyéről, bazd meg. De akkor lehetett halani. Ennek festett a vége, szerintem. Stráfos lett, stráfos. Az. Bespritzkolt. Ilyen vonalkódos lett. Pernyés lett, bepernyézett a végén. Itt vannak már majomok. Beszart a csávó. Kiégeti magad meg könnyen. Éj, Piderasszú! Bocsánat, nem bírtam, hogy meglője. Hát muszáj lesz akarni. Nem teljesen mindegy. Hé, Nickem már! Ne, hard, ne! Hard! Mögötted a heal. Gyere vissza, gyere már! Ne, csak a healer van. Doki rosszul lesz. Obi-Wan Kenobi megadja magát. Menjünk ki, akkor itt kimentek. Gyertek, menjünk ki a faszomat! Nickemmack! Ettől a két politoposunk.
Tibipának mindent az baj. Csávó fókuszálva lő. Bazd meg, meghaltam gyerek. Az meg. Zöld. Szép fú. Ja, jó. 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 Ott hagytatok a fazba. Felszedtük ember. Hát pedig én téged felszedtelek, Ricsi. Felszedtünk, utána... Nem engem szedtetek, hanem a dopit. Nem, én utánad haltam meg, de te még felálltál. Gulyák, ugye redezertáljon. Mi mikor? Hát téged felszedtünk, az az első, hogy téged nyomtam az F. Felszedtünk, utána... Igen, utána... Fel is álltál egy pillanatra, és utána egyből összecsuklottál. Utána én következtem. De figyelj, én azt láttam, hogy befordultam a sarkon, leestem, oda jött, leütött. Azt nem láttam, hogy szedsz. Azt a kurva érbe, akkor laggolunk. Azért kérdezem, hogy ezt felálltam, de senki, nem szedtetek. Szerinted ez így jó lesz? Lagja. Kicsi lag. Várom ezt. Menjünk. Jobbra. Arra ez elég érdekes volt akkor. Csak itt kacskaringózok az izék között. Baj van? Gulya, baj van? Nyomj meg egy ulti fel. Én már ultizok. Kezdtem beszarni. Kitartás, komoly palik. Itt a heal. Nikkem mak! Van őr. Macska nadrág. Macska nadrág. Vagy ott is csúszik egy palik. Hopp, faszomat. Itt a másik, itt van futball. Feltették. De akkor ő, vagy meg ez a csáv. Ez nagyon lelős elő, ez a faszopó Mary Alien geci. Á, és nem találom el ezt a csicskát. Világász alatt. Geciről olvadni kéne, mert már nincs semmi amúgy. Menjünk lefele akkor, gyere. Itt van egy p***r, majd figyeljetek, itt van egy p***r, ott az a Merida Alien. Pont ott fog bejönni, ahol mi megyünk majd ki elvileg. És arra, igen, arra is jön, úgyhogy figyeljetek. Ja, ott van. Itt a kamionnál lesz, de majd vár. Ott fut, kerülnek. Akkor jól mennek el. Fogyatékosok. Stabil négy nézőm van, újjazzátok segbe magatokat. Mindannyian. Meg egymást is. Igen. De főleg egymást. Igen. Egymás lőnek hát. Jaj, de finoman lőnek hátul. Ja. Nagyon erősen lő a sallan. Komoly éjszakai palicsik. Nem lehetne egy irányt váltani egyébként, nem értem. Nem, az búzis. Ez búzis. Ja. Bírjad! Bírjad, de akkor vagy erős! Akkor engedj csak oda, mert rajtam egy fél óra van rajta, csak 40 percet. Engedj előre, csike! Rajtam egy fél óra! Te! Tessék, hozd be az összes kanyart, amit most csinálunk! Igen! Egy! Kettő! Kicsit a fiú! Négy! Négy, ez fingó, ki kicsúszott? Ez kicsúszott? Ez kicsúszott. Az egy első kicsúszott, második visszajött, az harmadik, hát megint kicsúszott ugyanaz. Azt mondja, jaj. A palüvén, jaj. Jaj. Á, kurva, menj el. De megüdöbb az meg. Hátam beállítja a baltáját. Te Mengelej, mondtam már neked, hogy úgy megvernélek, ha találkoznánk, hogy bestannál behugyoznak. Igen, többször is. Egy nap mindig elmondod egy párszor. De a dobi az egy komoly éjszakai pali, ez nem úgy megy el. Igen, nem úgy megy el. Nem úgy megy el. Hát az a dobi, amikor küldted, hogy ízítsem be a processzort, melegítsem elő, a Division lesz, de könnyesen öltem magam. Mi volt? Végül a suliból ezt ilyen Viberen küldött egy ilyen arcgif szart, tudod, lehet ott most küldeni olyat hármat. Viberen, tudod. És Viberen, és küldi, hogy mindjárt ott vagyok, köcsike, ízd a processzor, melegítsd elő, mert Division. Mindjárt ott leszek, kitartás. Sírva rögtem. Igazi van. Ízd a processzort, mert... Képzeld el a csávónak van barátnője, szegény, úristen. Hát most miért? Hát most halál jó el vagyunk.
Ennyi. Azt elhiszem. Kérdés mikor? Biztos nem az eszedért szerette. A zacskomért. Azt szeretem, hogy nagy a zacskom. Szereti az aszott denevért. Igen, a zacskomért szeret. A palét a zacskomért szeretik. Amúgy szerintem az 5 néző, aki engem néz, az nem azért néz, mert milyen jó játszok vele, milyen jót röhögnek rajtunk. Igen, persze. A Diesel egyébként bele van szerelmesedve Gulyába. Rájöttem. Szerelmes. Hát mikor látott volna engem? Szokta le a faszát már. Szóval most már mi vagy jó a kártyád, Gulya. Így van. Mi vagy jó a kártyád, Gulya, ezért elkezdhetnél. Ez jól esett. Elkezdhetnél streamelni. Mert nagy sok... Tehát a Diesel biztos ott lenne a nézőid között. Ennyit. Kétszer nyitna meg ember. Két böngészőben nyitna meg azonnal. Ez jó volt. Mint hogyha bevéreztem volna. De nem biztos. Azt mondta fennem, amikor vérzett, hogy bazd meg, mutálok. Mondom, mit csinálsz? Mit csinálsz? Azt akartam mondani, hogy menszesze van, tudod. De azt mondta, hogy mutálok. Hát én elájultam. Csávó. Nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes. Úristen, megvan. Nem. Erigymán! Akkor meg azt mondja, amikor meg így válaszolsz neki vissza, akkor meg azt mondja, én nem is beszélek így. Ja. Meg ő nem kocka. Dehogy is. Azért ott van neki is 300 ezeres asztali PC-je. Mi van? Azt mondta, hogy ott van a... Amit a tévéből játszik, fekve. Fekve. És közben többi az asszony a búráját. És az asszony megnézi a laptopján, az, nem tudom, biztos a laptopján a dolgokat. Tudod, velem az úr otthon, mondod, hogy ilyen főnök. Persze, humany Pali. A franciágyból ő a 100 centis tévét divisionözik. Igen. Azt, hogy meg a sarokba bebaszva a notebookba. Én gondolom, igen. Ennél már csak az jobb, mikor a Wright neve a gép elő. Hát azon el szoktam álljulni. Nagyon veszélyes. És üvölt, és leszakad az aja, de hál' Istennek, nem. Már nem kell viselni. Engem nem szabad, de hát ezt nagyon bírtam. Mátéka, ne gyújj oda, baszd meg! Máté, ne gyújj oda! Nagyon erős a Wright. Ne gyújj oda, baszd meg! De közben, drágám, jössz kicsit, de minek rám, Benhunt vagyok. Csavarsz egy cigit? Nem, azt mondja, csavarsz nekem is egy cigit? Jó, akkor nem kell majd, de akkor csavarok én magamnak. Jövök a telefonom, pillanat. Hát, hogyha ég, akkor gyújtsd le. Gyújtsd el. Nyomd el, hogyha ég. Ég ott lesz. Jó, már megint megy. Szucspula nyelven beszél. Szucspula nyelven. És várjál, a mikrokapcsolós billentyűzetét üti. Ide hallom, hogy üti. Daisybe is ez? Vagyok te. Ja, azt te vagy? Erős vagy. Én vagyok, mert most várogatok itt a cuccaim. Erős vagy. Hát te tőled. Tudom, de a harcok te ez. Megyünk Daisybe. Csak halkan. Ott van, ott tényleg oda kell figyelni. Csak halkan, és nem hallasz más, csak hogy nyomkodja. A billentyűzetet, hogy oda jussunk. Teljesen. Egyébként az a hard az szereti a Daisyt, én nem tudom egyébként mit szeret rajta. Meghalsz, mondjuk meghaltál. Másfél óra múlva látsz playert először. Akit egyáltalán le tudsz lőni. Jó, de volt egy hangulata, amikor mit tudom én, ott mentünk az erdőbe, és akkor ott szemben a hiden ott volt a player. Kedves tiszteltem, kedves Gulya, minden tiszteltem az öné. De azóta se játszott a játékkal. Hát nem, igen. Kipróbáltam. Gondoltam. Ez jó. Ricsi, semmi baj nincs a játékkal, a Daisyvel, tényleg jó játék. Én tudom, hogy nincs. Csak nem olyan pörgős, mint ez. Tehát nem jössz ki a klónozóból. Ott egyszer meghaltál, ott kakuk. Ott kezded előről az egészet. Jó,
mi, a mi csapatunk, és hát a Tommy, Hard, Daisy-nek ugye legtöbbet, ők kitalálták rá a megoldást, hogy mit kell csinálni. Meg is van. Nincs is semmi baj, de akkor is még egy fél óra, mire látsz player-t. Érted, mit mondom? Borzasztó. Nekem nem tetszik a Daisy, de nem az én világom. Azért nem vizélom. Az arma nem szerintem... Nem mondom, hogy szar, mert az nem szar, csak egy... nem tetszik. Ott olyan feelinged van, amikor jön egy player, hogy egyszerűen remex, izzadsz, tudod, hogy ott van alattal egy szinttel a lakótelepi házba, bazd meg, és hogy menjek le, hogy ne halljak meg. Mit csináljunk, találjuk ki, hogy, miként. Tehát ott tényleg, mert ott tényleg ellövik a lábadat, ott ellövik a lábadat, Ricsi, ott eltörik a lábad. Onnantól már te már nem mész teljes rendülettel, hanem már csak kúszol. És óriás szopás. Végigvittem a Witcher-t. Erős vagy. Úgy vitted végig a Witcher-t, hogy 24 óra alatt vitted végig teljes játékidba a Witcher-t, és a fele jár... A 85%-át nem csináltad meg. Nem, a két DLC van vissza, tehát minden cakumpak megvan a úgymond első játéka, tehát a játék plusz még el se kezdtem, meg a két DLC-t meg se csináltam. Azokat... Figyelj, csináld végig, mert egy... A főtörténetet megcsináltam... Tudom! Az a baj, hogy... A végére kellett volna hagyni a konklúziót, a főtörténetet, a végére kellett volna hagyni. Állj engem, már megett a rosszabb, és tudod milyen véget kaptam elsőre? Na? Te atya úristen, hát azt hittem letörlöm a játékot, mert annyira elkúrta a kedvemet. Na? Mindenki picsáját, kinyalom, tudom, hát mindent úgy csinálok, ahogy a jó csinálja, úgymond. Ha valaki szívességet kér, megcsinálom. Igen. Kivéve az Zoltánnak, mert az nem volt szimpatikus nekem, tök mindegy. Aztán jön a vége, és ott kúrtam el, a végén az utolsó két mondatnál, amikor választhattam, hogy ugye a nő bemegy oda abba a teleportba, hogy most ő megállítja azt a fagyot. A Marigold, ugye? Vagy a... Azt hiszem, nem a Marigold, hát a izé. A Yennefer, vagy a Ciri, igen? A Ciri, úgymond az a nevelt lányod, vagy mi a faszom, akit kerestünk. És lehetett választani, mit mondok neki, hogy menj, vagy létszi maradj. Lényeg, hogy mindenki bemegy, tud akármit mondok neki. Persze. Én azt mondtam neki, hogy létszi, maradj, ne menj be. Ugye bement, és ugye meghalt. A Ciri. És a következő küldetésem az volt, hogy a fúriát, az utolsót meg kellett tölni, mert nála volt a Cirinél ez a elmaradt... Ez a faszom tudja, a farkas medál. Witcher medál. Igen, amit ugye a mindenki Vezemírtő kapott. Igen. Az egy ilyen óriási relikvia, mi a fasz. Megöltem a fúriát, bemegy a házba, jön egy csomó lidérc, eldobtam a kardom, és hagyta, hogy megzapáljanak a lidércek. Igen. Depressziumba. Aztán... Hát ez így elbaszta a kedvemet. Aztán visszamentem, kurva kíváncsiságból, hogy mi van, ha a másikat választom. Azt kell csinálni, ezt akartam mondani, hogy nem mentetted, de... Örök hiányozni fogsz. Nem mentetted el? Ja, akkor jó, mert úgy még tudod nézni, én is azt csináltam. Igen, és akkor a másikat választottam, ott volt az, hogy úgy volt a küldetés, hogy el kellett mennem egy ezüstkardér a kovácshoz. Azt ott ült a kocsmába a Ciri. Mert visszajött. Igen. Hát mondom, leszopom az agyamat, bassz meg, hogy 90 óráig szenvedek, hogy a picsája mindenkire kinyalva, aztán ott kúrom el a legvégén. Nem, nem mondom őszintén, hogy ez a jó a játékban. Tehát én gonosz voltam végig. Igen. Én végig gonoszkodtam, én mindenkinek tetszett voltam. Akkor te az a valacsot is megölted? Mindenkit megöltem. Akit tudtam, magammal vittem. Egyedül a Cirit, meg a Marigoldot, meg a kurvákat szerettem csak. Senki mást. Mindenkit megöltem, meg a pénzre mentem csak. Leszartam. És ezért hogy csináltad te meg? Na. Ha még így emlékszel, a K.R. Morhenben, mikor meg kellett védeni a Cirit, mert jönnek a, ezek a vizék, fagylovagok, vagy mi a vadfalka. Azt tudja, nem tudom. Öltem mindenkit. Mert ott volt az, hogy vagy elkezded egyből azt a küldetést úgy, hogy öten vagytok. Igen. Vagy összeszedt egy rajdli embert. Nem, én elkezdtem egyből. És akkor csapattal. És kinek haltott mindenki, csak te nem? Én nem emlékszem rá. Azt tudom, hogy én már így győztem, ott álltam egyedül, az kész, szarok bele. Akkor jó. Csak mert ugye nézek, én mindenkit összeszedtem, akit lehet, és így látom a játékban, és mindenki meghal. Amiből van ez a videó, és akkor ez a bevágással ott ugye lehet máshogy folytatni, mint ahogy elkezdődik a videó. Igen, sok ilyen van benne, végig van a játékban. Tehát volt az, hogy van a embert, az ott a földön fekszik, már szúrnák agyon, de volt az egyik boszorkány, akit megkúrtam, és mondtam, hogy menjen oda, az megmentette. Most gondolom, ha nem mondom, hogy jöjjön oda az a boszorkány, leszúrják a embertet a gecibe. Ha nem szól senkinek, akkor meg... Igen, ha... Igen. Nem szól senkinek, akkor meghal mindenki. De én az elején úgy csináltam meg, hogy
mindegy, én végig, a menti, tehát mindig volt egy nagy izé dolog, hogy amikor válaszolni kell, és mindig, ugye nekem magyarul volt, de mindig azért... Nekem is. Hogy mondjam, szóval azért nem tudtam, hogy mit, hogy miként, milyen, és én gonosz akartam maradni, végig véres gonosz, de viszont a csajokat imádtam meg a lányokat, és... Tehát mindig én úgy orientálottam, hogy a boszorkánycsajokat szeretem, mert jó csajok, meg a boszorkányság jó dolog, én szeretem, és a többieket megleszorom, mindenki halljon meg a picsával, mert gonosz, én izé vagyok, antihős vagyok, tehát én megyek, te pénzért dolgozok, és levágok mindenki. De a boszorkányokat szeretem, meg a mágiát, és meg a, ugye a spanyaimat, a szeretteimet. És így gondolkoztam, és itt így mentem előre, és mindig megnéztem, hogy milyen útvonalak vannak. És mindig a három vagy négy közül, vagy kettő közül, választás közül a legrosszabbat, vagy azt választottam, ami ugye nekem megfelelt. Tehát azért, én ezért szeretem a... Igen, ez hossza, tehát hosszú, nagyon így, de ezért hát szeretem. Ez nem lehet végigvinni ezt a játékot úgy soha, hogy mindent kinézel rajta. Észrevettem, tehát ez is egy végtelen játék. Így van. Nincs az az ember, nagyon jó. Aki... Mindig úgy viszi végig, hogy egy küldetésre máshogy válaszol, és akkor abból megint három másik küldetés alakul. Így, ahogy mondod, e borzasztó a játék. Tehát én mindig már a végén, először elkezdtem, akkor abba hagytam egy ideig, utána megint elkezdtem, akkor végigvittem, és utána újra elkezdtem harmadszor, amikor a harma megadta a cheat-eket, mert van hozzá cheat engine, egy játékon belül, és akkor én egyből dobáltam magamnak a kardokat, és mondom, én megyek a saját utamon, már az elejét tudtam fejből, hogy mit kell csinálni. És én a végén rájöttem már a második, vagy az első újrakezdés után a másodiknál, hogy újrakezdtem, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy az előbb mondtad, nagyon jól mondtad, ha megcsinálsz egy küldetést, abból egyből nyílik három. Tehát három út van, és abból három útból, mindegy egyes útból három-három vadi, teljesen más dolog jön ki. És úgy kell gondolkoznod, mint ahogy te szíveden van, mit akarsz, és afelé mész. És úgy jó a játék, igazániból úgy jó a játék, és úgy lehet élvezni. És ezt hibaszottul élveztem benne. Ez ilyen tök emberi volt, volt az a törpe, az Zoltán. A Kovács, nem? Az a Kovács, hogy mi az Isten. De Kovács, igen. Az. Megkért, adóssága volt. Tudom, az a köcsög. Az a kártyajáték. Az elf, valami. Valami elf, meg valami szalon, valami tolvajklán baszbuziskodott vele, vagy mi az Isten. Igen. És megkért, hogy szerezzek neki kártyákat, baszó kártyát, hogy visszanyeri a pénzt. Ugye fölvettem a küldetést, de hát telibe szartam, hát a faszok gyűjt kártyákat. Elmond neked, a kártyajátékokkal egy külön napot lehet eltölteni, hogy mindenhova szaladgálsz kártyázni. Tudom. Borzasztó. Igen. Halljátok, meg fog szakadni a neten, visszajövök egy picit. Erős vagy hard. Kapcsold be. Na szóval, a faszoknak nem volt kedve a kártyákat gyűjteni, csinálom tovább a küldetéseket, úgy egyszer csak írta, hogy ez a küldetést nem tudom már teljesíteni. A sűrűen fordul. Hogy nem tudok, és akkor egyszer csak jött az, hogy van, hogy kell ez a, kell egy varázslónő, a vak varázslónő, aki bagolyjá változott. És ugye az a bagoly, vak bagoly, az a kocsmában volt, ami effektív a Zoltáné. Ja. Hát a törpéjé. És a törpének, mivel nem szerezte meg a kártyákat, így tovább adósodott, és a bagyot főtette a kártyapaklira, és oda elverte. Basztam neki segíteni, így elbaszta a bagyot. Ezért két küldetésen át szoptam, hogy megtaláljam. Megtaláltam egy másik barátomnál, aki persze azt mondta, ha elviszem, ő meg fog engem ölni. Igen. Ezért mit csináltam? Hát annak a legjobb barátomnak föllöktem, bevertem az összes bordáját, meg kitörtem a lábát. Tehát azért, hogy... Mert basztam egy küldetés, két ember utált meg. Igen. De várjál, igen. Bunyóztál sokat? Lehetett benne bunyózni is. Persze, bunyóztam. Én bunyóztam, hogy bajnok voltam már végén, már csak azt csináltam egy napot csak... bajnok voltam. Igen, nagyon jó. Azt a doba... Az elején, az első részben kocka dobálás volt. Aztán az első vicserbot kockákat dobtál, azt hiszem. Aztán a másodikban is. Nem játszottam az egyen. A harmadikban van ez a kártya, ez a Skajatel, meg a Szociál, vagy... Mám, faszom tudja. Igen, Quint. És ott vannak benne, hogy a... hogy kinek az oldalán állsz, tudod melyik, északiak, vagy igen, déliek, vagy nem is tudom, ugyanígy van, és mindegy kurva jó a játék, annyira összetett, hogy borzalom, meg gyönyörű grafika van szerintem. Azok a bunyózások is olyan jók, azt hittem, igen, hogy ilyen... szar lesz, de jó! Mindenben olyan fordulatokat betettek, hogy te nem hiszem el, hogy ebbe fektetik az erőt. És a bunyózás. Lengyelek. Hogy három helyen bunyózzak. Igen, és lengyelek. És ügyesek, bazd meg. Igen, de ez a három helyen bunyózzak. Elmegyek ide,
Jó, főteszem, megverem, megyek a másodikhoz, és akkor az oda jön hozzám az ember, hogy játsszam el, hogy ő engem megvert, mert olyan szegény, hogy buzára, buzája nincs a családnak, például. Igen, én azt is agyon vertem. Igen, meg ezek a mellékületések. Adtam az eget, hogy nem olyan mellékületések vannak, hogy valaki ödön, ha 10 varacskos disznó legel a mezőn is nem tudok szántani, 5 van meg legalább 3-ot belőle. Igen, igen. Tehát nem ilyen faszom küldetések vannak, bazd, hanem ez a farkas ember életszerű. A... Így van, az nagyon jó a farkas ember, meg a csaj, aki... Azon mennyit szoptam te? A nagyon sokat lett. És a csaj, aki a gyógynövényes csaj, meg a három boszorka. Igen, meg a három boszorka. Ó, bazd, meg a három boszorkán. Én azt mondom úgy sem, meg elmentettem az elején, mondom, ide jöttem, jó, most lementem, és mondom, most majd eldöntöm, hogy majd melyik úton megyek. Hatod hány út van a három boszorkányhoz? Miután az harosz? Nagyon sok, hát... ugye megölöd valamit, hogy amikor megölöd őket, először adnak valami küldit, csináld meg nekik. De ha megcsinálod azt a küldit, valakinek igen. Rosszat teszel valami másik faluba. Akkor, hogyha azt nem csinálod meg, akkor igen, ezek az meg... az a fának a szívét igen, nem igen, igen, igen. Az a faszi, de az meg könyörög, hogy ne öld meg. Ne öld meg, igen. De miért könyörög? Nem tudod, akkor nem ölöd meg, akkor... akkor... borzasztó. Igen. Borzasztó. Nagyon durva a Witcher, én imádom. Tehát én, ez egy lengyel fejlesztőktől borzasztó jó a játék. Az olyan játék, otthon vagy, egyedül vagy, nincs neted, bedugod, és kocka vagy. Igen. 10 óránál kocka vagy. Pont akkor fogom mindig folytatni, hogyha elmegy a mobiletem, akkor például határon, azt nyomom. Kész. És nyomod is, és el vagy, mint a befőtt. És a kurvázni lehet. Szexi jelenetek vannak a játékban, gyönyörű nőket csokolozol, szép a grafika. Borzasztó, én imádom ezeket. Először voltam a kurva lakba. Azt hittem azt mondani, hogy kurva meg amelyeket akarod, nem azt, ami szívecske van. Oda igen. Megyek az egyikhez, hát ezt most akkor megkurom, most arról sem megeszik 20 korona, ki olyan olcsó vagy, mint a faszom. Oda megyek, azt mondja, te nem vagy túl öreg, hogy kurvázz. Menj oda, kurva nagy geci. Jó dolgok vannak benne, végig jó, imádom. Jó. Én akkor... most viszont egyébként megyek. Lelépsz? Szóval megyek tankozni. Jó. Nagyon megszerettem a tankot. Akkor Gulya meghaltunk. Meghaltunk Gulya. Hát én még ott... mindegy elmegyek, aztán kimentem ezt. Aztán valami lesz. Nekem megtetszett a World of Warcraft. Azt hittem egy szar. Szerintem mondta a Bartos, hogy próbálja ki, kipróbáltam. Egyből megtetszett. A Bartos. A Bartos. Nekem is ajánlgatták, nem rossz, hogy kipróbáltam, de annyira nem. Nekem valamiért bejön ez a kihívás, hogy kit hogyan kell megölni, mert a faszom ki van azzal a tankkal, amit nem lehet sehol belőni, bazd meg. Hát a főkurulóban az anyam, és ráugratok a tetejére. Mert csak a hátuljára lehet az alját belőni, úgyhogy bepattanóra a motorra. Meg a kurva anyádat. Persze a többiek azok már mesterjen űzik. Igen. Csak én vagyok az, aki ráugrat a tetejére. Azt vele együtt fölrobbanok. Igen. Hát te kanibál vagy azért. De jó van. Ma ezért kaptam egy 2 órás bont egyébként. Miért is? Szexi jelenet volt a tankok közt. Ja, értem. Az a lényeg, hogy volt 2 ilyen ellenséges baszó tank, amit kurva nehéz belőni. Tehát oldalosan nagyon lehet őket. Oda ment, a 2 egymás mellett volt és... Gyere. A faszom, megyek. Ott volt a 2 ellenséges tank egymásra, meg az enyém is ott volt még 3. Tehát 5 tank, 1 centiben. Én meg ráugrattam az összes és 3 társamat ugye felrobbantottam, meg a 2 ellenséget is kibannoltam. Á, bazd meg. Kéne valami ulti. Lesz. Te hi a túlodat. Ott a... Sárgászta. Sárgászta. Jó. Bazd meg. Faszom. Beződeztek, besárgáztak. Nyomjam a sebzőt. Van értelme? Persze, majd gyere ki, azt nyomjad. Van. Na 3, 2, most az figyelj. Itt a sebző. Megvan egy. Nem, már nem halt meg. Ez a piszkos náci.
helyzet. Chartert. Szívesen. Köszönöm. Már én is kiviszem, amit nála tőlük elszoktam. Én nem érem el, nem érem el, nem érem el. De. Nem tudom milyen, valami nevesített. Ezt tudom. Van zsír! Hát az... Két. Na most köszönjük meg a lootot. Köszönjük. De hát meg Resident Evil-ezni megyek még. Bajánlom, nézzétek meg a izét, Resident Evil 7. Minden, dead scenes, tehát mindenféle halál. Jó. Nagyon jó. Ajánlom. Mit? Kintről le a mob. A seggedet, most dobtam be a piacba. Ó, igen. Hova kell menni? Én most vettük le. Hol mentek el? El. Többiek maradnak. Top maradnak. Ki Bobit, buzi. Hova? Hát szerintem akkor én meg átlépek a healerhez. Richie lelép. Jó. Aztán legyetek jók. Köszönjük, Ricsi. Szia. Aztán majd írjál, Doki, hogyha majd akarod, hogy jöjjek. Jó, nem akarlak zavarni, csak hát jó, na minden nap jönnél, hát akarjuk. A gyere. Hát én most már az 1.6-ot várom igazából. Jó. Jó lesz, amúgy. Jó, csókra. Nekem tetszik. Így, hogy kinéz. Na jó. Csövi. Ciao. Dízel kutya. Az hogy? Hogy halt meg? Mi történt? Hapkoltam. Ja? Várjál mindjárt! Mit csinál legyen? Hobby of Kenobi. Fogadjunk, azok lőttek ki. Megyünk, megverjük őket? Na, de azért nem olyan könnyű őket megverni. Mert? Hát az előbb megvertük őket, hárman. Ki akartam menteni a fegyvert. Ezt a rám rontottak. De azért erősek. Igen. Honnan Mengele? Így ketten biztos nem verjük meg. Négyen vannak, azt nem mondtátok. Érdekes.
Miért nem vérzett be a csávó? Gyere onnan! Nem akarok! Gyere, meg nyomok egy ultit, mit szólsz? Hát nyomja, itt vagyok. Imolád a kint. De ne lép már bele, hogy mi a faszom van nála, bazd meg, azt nézeget ez a buzi karakter. Faszomat. Buzi anyádat. Ezek az erős polik, nem vágom. Nem vágom. Ezek az erős polik, buja. Jó, hát ezek egyedül komoly... szarul éreztem magam. Amíg odaértek a ricsiek, elhiheted. Komoly önértékelési problémáid vannak először. Mondom, négyen voltak. És én egyedül. Most is. Ja, úgy másna. Megvan. Én ütem le, jó? Mert te leütöttél eddig kettőt, én egyet, úgyhogy ez az enyém, jó? Lenyomtam magát. Sorry. Még a cuccot is felveszi. Verjem a szádba! Hát én ilyen vagyok. Faszomat a magukba, bazd meg. Pillanat, még kell a routeremen baszokodjak egy kicsit. Jó, addig kimegyek, átlagolok. És kimennék. Alert. An agent is now leaving your team. Supply drops incoming. Uploading coordinates. Hova lett Gulya? Haho! Nem tudom. Azt hiszem átlagolhoz healert, hogy ilyen baszolat sem. Pideraszó. Belehalózol? Micsoda? Nem csak pont nyomtam, a Zsuzsi itt van. Ricsi hív. Agent has joined your team. This is the shit you need. Attention, proximate supply drop is currently being claimed.
Alert. Nearby supply drop retained by another agent. This is the shit you need. Attention. Proximate supply drop is currently being claimed. Te tutorial. Nearby supply drop retained by another agent. Tutorial, te nézel minket? Itt vagy még? Mert tutorial, képzétek, azt mondta, Ricsi mondta, hogy tutorial. Tehát Ricsi azt mondta, hogy felhívott, hogy valaki akar csatlakozni a csapathoz. Oké, okay, valami tutorial nevű. De szerintem már pont EU. Vagy tutorial EU. Ciao, lehet csatlakozni? Ezt írta. Hát, hogyha akarsz tutoriál, akkor csatlakozzál. Ja igen, Hart kérdezi, hogyha kutyaszar vagy, akkor ne gyere. Hogyha ér valamit, akkor jöhetsz. Én kutyaszar vagyok, azért mondom, mert a Diesel, RKS Diesel nevezetű pacák, aki általag utál engem is, retkes kutyaszar klányoknak a neve, ez szerintem magáért beszél, de ő azt mondta, hogy én szarjátékos vagyok, meg is értem, sokszor lontok, igen, nagyon sok hibám van, majd mindjárt mondom tovább, csak meg koncentrálnom kell, mert még gyenge vagyok, nu. Jön a szem ki! Ez érdekes volt. Akacsva! Hát igyekszünk igen egy kicsit úgy élvenni a játékot, te. Nem tudom, bazd meg leülni. Passzopó! Tűzgeci, kutya! Gyere ide, Doki, gyere ide, gyere ide, gyere ide! Gyere ide, gyere ide, csijajca! Jó, Doki, szebb jövőt. Hova kell menni? Úgy nyomogatja azt a klaviatúrát, hogy kiszakad az asztal. Csak meg kérem. Majd. Kapsz egy ilyet. Itt a hír. Na kaptad, gyere vissza. Meg. Csijajca! Hát ezeket nem lehet lelőni. Ne, vagy nem? Á, nem tudom lenni, geci. Ordítlen. Nem tudom lenni. Kobi van, Kenobi meghal. Kurva anyája nem hal meg. Itt legyek, utakintet. Tíz. Geci, kurva anyja, tűzsle a faszba, elmegy az Szobd le a fasz. Na, szóval amit láthatjátok, én egy dúb fasz vagyok. Nem, bazd meg, Hart, te vizé vagy. A kutya úristen itt. Don't shoot. Don't shoot, this is mistake, you know? Most már lőd le a gecibe rúgat. Csók. Tehát, amit látjátok, én egy noob vagyok, mert most is meghaltam, ugyanincs meghalok. Zavar a klaviatúra, zavar az eger, bevallom őszintén. És... Na most komolyan mondom, mert néha kérlek zavar. Még a monitor is néha. És... A kérdésem az, hogy ez az RKS Diesel, nem tudom, ismeritek el, ez is egy jó kérdés, hogy ki a faszom ez. Azt írogatja nekem állandó jelege, hogy én kutyaszar vagyok, szar vagyok, így úgy, amúgy egy rupót nem ér. Jó rendben van. Én mondtam neki, hogy pár, vagy talán egy órával ezelőtt, hogy hát jöjjön, szedje össze a csapatát, és akkor usgyi, hadd szóljon, menjünk egymásnak. Mutassa meg, hogy ő hogyan csinálná, hogyan lenne jobb. Azóta se kaptam választ. Sajnálatos módon, nagyon sajnálom ezt a helyzetet, de nem tudom. Tehát fikázom. Ha már a Hart bekezdett. Mondta, jön az a...
De én buzi vagyok, ember. Mit csinálják fel? Hagyjam, hogy lőjön le, vagy nem értem? Le... Letiltottak, ugye letiltott. Betiltott. Processzerról. Processzerról. Nyilván nem ölő, hanem telőttére. Processzerról. Ember, én rugó voltam.